Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Hát beszéljünk arról, hogy mi a coachképzés. 2013-tól lett szakma Magyarországon. Olyan szakma, ahol olyan 3000-től 35000 forintig keresnek óradíjba a coachok. A coachképzés azt jelenti, hogy coachokat képzünk, tehát leendő coachokat képzünk. A coachképzés azáltal, hogy jó az óradíja, mármint hogyha valakinek már van coachképzettsége, akkor jó óradíjért dolgozik. Ezért nem egy olyan szakterület, ahol ilyen nagyon olcsón képeznék az embereket, hanem úgy működik, hogy hát óránként olyan 3-4 ezer forinttól indulnak a coachképzések. Nálunk ez egy kicsit más. Mi a coachképzés... Hajtsuk be az ajtót, jó? Hogy ne jöjjön be a csöngetés. Köszönöm szépen. Köszi. Nem kell becsukni teljesen? Csak úgy résnyire maradjon. Jó. Köszönöm. Melyiken nincs hangom? Se a videó, se a rádió. Hát elvileg pedig van. Uh-huh. Okay. Azt mondja, hogy... Hát ha nem lenne, már írták volna, azt tuti. Úgyhogy van. Így van. Tehát tuti, hogy van, mert már írták volna. Meg már nekem jelzett volna. Na szóval, ott tartottam, hogy a coachképzések óránként, ugye elég sok pénzbe kerülnek, 3-4 ezer forinttól indulnak óránként. Mi ezt úgy alakítottuk ki, hogy van nekünk egy nyílt akadémia nevezetű coachképző szervezetünk, és magát a coachképzést mindössze 330 forintért adjuk óránként. Ki ettől eltérő az első hónap, az 660 forint óránként. 30 órányi coachképzést nyújtunk. 9 hónap egy tanfolyam. Utána van bizonyítvány, hogyha valaki a 9 hónapot teljes egészében elvégezte, és 3 év után, tehát 4x9 hónap után van diploma osztó, ami azt jelenti, hogy a 4 coachképzés, tehát a 4x9 hónap, tehát 36 hónap, az több mint 1000 órányi képzés. Ez bolygó szinten a legnagyobb óraszámú coachképzés, mert olyan dolgokat is tanítunk, amit más coachképző szervezetek nem tanítanak, főleg nem a gyors talpalok. Miért csináljuk ezt az egészet? Na nézzük meg, hogy miért is csináljuk. Oké. Azért, mert én kaptam egy küldetést, hogy az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjak át, amely által képessé válnak az aranykorba bejutni, azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. És akkor ma kommunikáltam valakivel, egyik tanulónkkal, és ugye a megosztására, tehát a Facebookon megosztott, és a megosztására jöttek nem pozitív reakciók, negatív reakciók. Hát én ugye azt szoktam mondani, hogy nem kell rá reagálni, mert nem kell energiát adni a negatív reakciókra, mert ugye a figyelem az egy energia, tehát hogyha figyelmet szentelsz valamire, akkor energiát is adsz arra a dologra, és ez válasz is nektek.
Tehát, hogyha figyelmet szentelsz valamire, akkor energiát is adsz annak a dolognak. És lényeg az, hogy mindegy, szóval lett ott kommunikáció, és ott ugye az volt a dolog, lényege, hogy ugye olyanról kommunikált az a nem túl pozitív valaki, hogy hát, hogy ő milyen tudást tud szerezni. Gyere, foglalj itt helyet. Tud szerezni, ilyen tudást tud szerezni az internetről. Hiszen tele van az internet tanítókkal. És ugye ez volt a kommunikáció első része. És akkor ugye erre a reakció az, hogy és módszert is adnak. Tehát az élet minden területére módszert is adnak azok a tanítók. Az egy dolog, hogy megmondja az ember a frankót, megmondja azt, hogy mit, hogyan kellene csinálni. Csak azt, hogy konkrét módszerem legyen, hogy el is jutsak a végeredményhez, azt szokták tanítani. Tehát az nagyon egyszerű megmondani azt, hogy ne így csinálta, hanem így. Aha, és hogy jussak el oda? Ez nagyon könnyű, hogy mit azt mondani, hogy hát szeresd az embereket. Tehát azért nem működik úgy az életed, mert nem szereted eléggé az embereket, ezért szeresd az embereket. Ó, jó, ez oké, ez okos gondolat. És hol van hozzá a módszer? Jó kérdés, nem? Tehát ha az ember valamit felfedez, hogy nem jól működik, akkor ugye kellene ahhoz módszer, hogy az úgy működjön, ahogy annak működnie kell. És az élet elég széles spektrumon mozog, ami azt jelenti, hogy ugye elég sok minden történhet az emberrel, és hogyha az ember nem képes arra, hogy a különböző élethelyzeteit, a teljesen különböző élethelyzeteit tudja kezelni, akkor mi fog történni? Az fog történni, hogy problémái lesznek, mert nem tud kezelni bizonyos élethelyzeteket. És ha nem tud bizonyos élethelyzeteket kezelni, akkor ugye problémázni fog. Ha problémázik, akkor már abban a pillanatban rosszabb állapotba kerül. És ugye amikor az ember rossz állapotú, akkor hát nem túlságosan jól érzi magát abban a rossz állapotban, és az embernek többször vannak problémái, vagy rendszeresen vannak problémái, akkor egy idő után már rendszeresen rossz állapotban van, és úgy marad. De szó szerint. Én gyerekkoromban, mit tudom én, tanította nekem például a nagymamám, hogy mit tudom, ne grimaszolj, mert úgy maradsz. Emlékeztek ilyenre? Tegeződve szoktam egyébként tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Tehát ugye volt egy ilyen régi tanítás, hogy ne csináld, mármint az azt jelenti, hogy sokszor, meg folyamatosan, mert akkor úgy maradsz. Ugyanúgy a rossz állapot, ne csináld a rossz állapotot sokáig, mert úgy maradsz. Igen ám, de hogy jó állapotú legyen az ember. Hát hol a módszer? Tanítják. Megmondom őszintén, mástól nem nagyon hallottam még, hogy tanította volna, hogy hogy legyen az ember tartósan jó állapotban. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy meg olyan is volt, hogy ó, hát ha nekem tudás kell, akkor mit tudom, itt van egy vallás, ott van egy akárki, és attól tud tanulni. Aha. Hallás, semmi gond nincs. Meg mit tudom én, mondja, hogy hát meg ott volt Jézus, attól is lehet tanulni. Aha, és a Jézus 2000 évvel ezelőtt a mai problémák módszereit előre megmondta? Elég érdekes. Lett volna, hogyha ez így lenne? Hát még csak mit tudom, 50 évvel ezelőtt se voltak olyan típusú problémák, amik most vannak, nem 2000 évvel ezelőtt. Nem? Tehát ma, a mai világban az embereknek sokkal több problémájuk van, mint mondjuk 40 évvel vagy 30 évvel ezelőtt. Tehát csak gondoljunk arra, hogy
Hát nem volt olyan, hogy áramszünet. Sok helyen. Mert nem volt áram. Hát persze, nem volt áram, mert nem tudott áramszünet. Tehát már az nem volt probléma. Nem volt olyan, hogy mit tudom, bedöglött az autó, mint probléma. Mert nem volt autója, nem? Nem volt olyan, hogy bedöglött a tévé, mert nem volt tévéje, érted? Nem volt olyan, hogy a házasságok 70%-a válással végződött. Alig volt válás. Stb. Stb. 2000 évvel ezelőtt nem voltak olyan problémák, javarészt, ami most vannak. Ugye Jézus mit tanított? Szeretetet. Oké, az rendben, semmi gond nincs azzal. Oké, nem Jézussal van gond, nem Buddhával van gond, nem Mohameddel van gond, meg volt gond, hanem azzal a ferdítésekkel van gond, amit a tanításaik után szánt szándékkal elferdítettek azoknak a, mondhatjuk azt, hogy tanítóknak, nagy tanítóknak. Szánt szándékkal elferdítették. És fogtak, csináltak belőle vallást. Egyik se volt vallásindító. Egyik se. Tehát se Buddha nem volt vallásindító, se Jézus, se Mohamed. Hanem az a tanítványaik voltak a vallásindítók, akik fogták és a vallásindítást azért csinálták, hogy üzletet csináljanak belőle. Értitek? Tehát a vallásindítással csináltak üzletet. Kik voltak például a keresztény vallásindító? Pál apostol. Semmi köze nem volt Jézushoz. Ennyi köze nem volt hozzá. És vallás alapító volt. Jó kis üzletet csinált belőle. Oké? Jézus nem akart vallást csinálni. Miért? Mert egy tanító tudja, hogy a vallás az megoszt. És kiváló lehetőség arra, hogy oszd meg és uralkodj. Hogy uralkodjanak az embereken. Egy igazi vallás, vagyis egy igazi tanító, az nem hoz létre vallást. Mert azzal tudja, hogy megoszza az embereket. És Buddha se hozott létre vallást, Jézus se, meg Mohamed se. A követői hozták létre. És felhasználják a vallást emberek megosztására. Hát ezért mi vallássemlegesek vagyunk. Politikasemlegesek vagyunk. Azért, hogy ne osszuk meg az embereket. És nem fogok létrehozni vallást. Semmilyen vallást. Hát például, ha olyan tanítás lenne bármelyik vallásba, egyébként van, akkor, tehát vannak olyan vallások, amelyikben komoly tanítások vannak, de onnantól kezdve, aki más vallásnak a hívője, nem fog attól a vallástól tanulni. Mert mindegyik vallás mit mond magáról? Hogy ő az egy igaz vallás. Nem ezt mondják? Az embernek nem vallásra van szüksége, hanem hitre. Tudod, mekkora különbség van a vallás meg a hit közt? Óriási. Ha megnézed, minden vallásban vannak Isten. Tehát van, és jelen van az Isten. Tehát van Isten hit. Tehát minden vallásban. Az egyik vallás, mit tudom én, az Istenbe hisz. A másik vallás Allahban hisz. A harmadik vallás, mit tudom én, Sívában hisz. A negyedik vallás, mit tudom én, Jehovában hisz. Satöbbi, satöbbi, satöbbi. Na most akkor onnantól kezdve, akkor van több Isten, vagy csak egy Isten? Akkor egy igaz vallás van, vagy van több Isten? Hát ha egy Isten van, akkor miért nem ugyanúgy nevezi mind? Én tudom a válaszokat ezekre a kérdésekre,
Csak az emberek ezeken nem gondolkodnak el. Most a gondolattól kezdve, nekem tök mindegy, hogy ki miben hisz, milyen vallása van. Akkor nézzünk meg egy dolgot. Régen a bolygón egy, nem vallás volt, egy hit volt. Egy. Ezt tudod, mit jelent? Egy Istenben hittek. Egyben. Mindenki. Kivétel az ilyen nomád, nem nomád, hanem ilyen, hogy is mondják ilyen, milyen népek? Tehát mit tudom én, mondjuk a barbár népek, igen. Tehát ilyen szó szerinti barbár népek, akiknek nem volt Isten hitük. Kivétel voltak azok, mert voltak a bolygón barbár népek, és azoknak nem volt egy Isten hitük, de úgy is éltek, mint a barbárok, szó szerint. No szóval, ahol Isten hit volt, egy Isten hit volt, és mindenki egy Istenbe hitt. Tudod, melyik Istenbe? A sajátjába. Az már későbbi időszak, mikor a napisten volt, persze, az már ferdítés. Tehát az ókor az már ferdítés. Tehát mindenki a sajátjába hitt. Az én Istenembe. Tehát mindenki azt mondta, hogy én Istenem, jó Istenem. Hát ebben benne van, hogy az én Istenem az nem a tied. A jó Istenem az nem a te jó Istened. Világos ez? Most ehhez képest ez az egy Isten hit kérdés, ez jól el lett ferdítve. Nem? Gondoljuk végig. Tehát, ugye az emberek most hisznek ilyen vallásokban. És melyik az igaz vallás? Hát attól függ, onnan nézzük, nem? Ha mit tudom én, a kereszténységből nézzük, mondjuk a római katolikus vallásból nézzük, akkor az, nem? A reformátusból, akkor az. Ha Jehovák felől nézzük, akkor az, nem? Ha mit tudom én, megnézzük mondjuk a nem keresztény vallást, hanem mondjuk megnézzük a mohamedán vallást, mondjuk akkor az, az az egy Isten. Ha megnézzük a, mit tudom én, mondjuk még az indiai, hogy hívják? Hindu vallást, akkor az az egy Isten, vagy egy igaz vallás, nem? Ha megnézzük a buddhistákat, akkor az az egy igaz vallás, nem? És akkor melyik az egy igaz vallás? Jó kérdés, nem? Vagy ilyen elvakultak vagyunk, és az, amiben benne vagyunk, az az egy igaz, nem? A szomszéd az már másikban van, az meg hülye, nem? Nem? Hát már nem ez van? Hát ez van. Hát ez van. És akkor ez így a normális? Hát ez persze, ez arra való, hogy oszd meg és uralkodj, nem? Nem arra való? Van nekünk egy mai címünk, tudjuk, hogy micsoda? Hittel vagy hit nélkül élni, így van. Hittel vagy hit nélkül élni. Na most, akkor ugye kérdeznék. Jó, most a buddhizmust ebből vegyük ki. Nézzük azokat a vallásokat, ugye a buddhizmusban ott ugye kicsit másként van, működnek a dolgok. De nézzük meg a legtöbb vallásban. Ugye van egy nevén nevezett Isten, mondjuk a római keresztény vallásban, meg a reformátusoknál, meg az ilyen típusú keresztényeknél, mondjuk görög, katolikus, stb. Ott úgy hívják, hogy Isten. Tehát az a neve, hogy Isten. Az első betűje az nagy betűvel. Tehát mint névként jelenik meg az Isten. A másiknál megjelenik úgy, mint Jehova, nagy J-vel. Majd a harmadiknál megjelenik úgy, hogy Allah nagy A-val. Mit tudom én, megjelenik Shiva Indiába, stb. Stb. Tehát magyarul egy Isten. Egy Isten van. És akkor azt az egy Istenhez könyörögnek, vagy imádkoznak. Nem? Majd maradjunk az imánál. Ahhoz az egy Istenhez imádkoznak.
Hát az ima az ugye betanult, mert betanítják, nem? Hogy hogyan imádkozzál. Nem számít az, hogyha abban a szövegben van a hülyeség. Azt tanították, azt kell csinálni. Nem? Nem számít, hogy a mi atyánkban az van, hogy ne vigy minket kísértésbe. Hát ha egy jó Isten kísértésbe visz, akkor az nem jó Isten. Ott kezdődik. Ez nem számít. Ezt tanultuk. Tök mindegy, hogy a világ legnagyobb hülyeségét tanuljuk, akkor is csináljuk. Jó, ez nem a világ legnagyobb hülyesége, mert ez együtt egy baki, lehet, hogy csak egy fordítás, lehet, hogy egy szándékos dolog, ki tudja, de akkor is hülyeség van benne. És onnantól kezdve, ugye mit csinálnak az emberek? Nem gondolkodnak, amit tanították a vallásban, azt csinálják. Mi nem így van? Azt csinálják. És ha, mit tudom én, azt tanítják, hogy a másik azt ki kell nyírni, mert az a másik vallásnak a képviselője, az nem jó, akkor ezt csinálják, nem? Nincs ilyen? Nehogy azt mondjátok, hogy nincs ilyen. Persze. Hát a szélsőségesek, igen. És akkor fogják, elkezdik értelmezni a különböző írásokat, tanításokat, ami a vallásban van, és van, aki úgy értelmezi, hogy a másikat le kell gyilkolni, van, aki ezt sokkal békésebben értelmezi, nem? Hát vagy például megnézzük az első és a második világháborút, ahol a keresztények ölték a keresztényeket Krisztus nevében, nem? Vagy a jó Isten nevében. És akkor erre mondaná Hofi, hát persze, mert lakva ismeri meg az ember egymást. Ugye azért ölte a keresztény a keresztényt. Érted? Tehát lényeg az, hogy és ez a normális. Most gondoljátok végig. Ennek így kellene lenni. Hát én nekem tök mindegy, hogy kinek mi a vallása. Én tudom, hogy vannak a dolgok, vallásoktól függetlenül. Nem vallásának kell lenni az embernek, hanem hitének. Lehet nyugodtan vallása. Csak a vallás az a hit alatt van, az a nagy különbség. Tehát a hit az sokkal magasabb szintű, mint a vallás. Az kit érdekel, hogy te mit, mit vallasz, az sokkal fontosabb, hogy miben hiszel. Nem? Hát például valaki hazudik, akkor is vall valamit, nem? Hát akkor éppen a hazugságot vallja, nem? Adott esetben. Tehát elég sok mindent tud az ember vallani, nem? Hát nem véletlenül van benne, hogy vallás. Tehát gyakorlatilag a vallás az, hogy nem az, hogy miben gondolkodunk, nem, az nem azt fejezi ki. Hogy mit mondunk ki a szánkon. Nem? Ez gyakorlatilag azt jelenti. Na most az ember elég sok mindent ki tud mondani a száján. Nem? A hazugságtól kezdve mindenfélét, nem? De az, hogy mit gondolunk, az sokkal fontosabb annál, nem? És hogy miben hiszünk, az sokkal fontosabb, mint hogy mit mondunk ki a szánkon. Azzal, hogy mit mondtál ki a szádon, hány embert bántottál meg már életedben? Vagy hányszor bántottad meg akár ugyanazt? Hm? Hát nem tudnám megszámolni, fogadom. Az hold biztos. Na most akkor onnantól kezdve nem az a lényeg, hogy mi vallasz. Az úgy emlékeztet az embert a vallatásra is, nem? Az meg nem olyan pozitív, amikor az embert vallatják, nem? Picit se. Hát annál sokkal fontosabb, hogy miben hiszel. Miben hiszel? Nem? Tehát elkezdik magyarázni a vallásokat, ahelyett, hogy az emberre rábíznák a hitét. Nem? Hogy az ember higgyen abban, amit ben akar hinni. És mi az legfontosabb, amiben az embernek hinnie kellene? Na mi? Na mi? Na mi?
Hoppá! Ki mondta a szeretetet? Többen, oké. Többen. Nagyon jó, többen mondtátok. A szeretet. Amiben a leginkább hinni kellene, az a szeretet. Érted? Hát abba kellene a legjobban hinni. És utána jön minden. Csak az után, a szeretet után. Hát az a legfontosabb. Ha nézzétek meg, hogy élsz akkor, ha nem szeretnek? És hogy élsz akkor, hogyha szeretitek egymást? Nézd meg, micsoda különbség. Micsoda különbség, mikor emberek szeretik egymást, és ezt képesek ki is mutatni, mert azt tegyük ezt hozzá, hogy ezt ki is kell tudni mutatni, vagy ez csorbul, ez a fajta működés. És ha valaki, nézd meg, nagyon tud szeretni, tehát ki tudja mutatni a szeretetét, akkor te azt látod, hogy rossz állapotú? Érdekes, nem? Tehát minél, inkább úgy mondanám, minél jobban tud valaki szeretni, annál jobb állapotban van. Nem így van? És minél kevésbé tud szeretni, annál rosszabb állapotban van. Akkor onnantól kezdve talán mi lenne a legfontosabb? Hogy az emberek szeressék egymást, nem? És a vallás lenne a legfontosabb? Az, ami megoszt? Hát nézd meg, mennyi vallásháború volt az egész bolygón már. Hát meg se tudnád számolni. Annyi volt. Hát áldozat meg százmilliók, így van, de szó szerint. A vallásháborúknak köszönhetően. Tehát a legfontosabb az lenne, hogy az ember higgyen abban, hogy amit úgy hívnak, hogy szeretet. És a szeretet erejében higgyen, nem? Akkor utána még van más dolog is, hogy higgy önmagadban. Na most igen, de itt is felvetődik a kérdés. Melyik önmagadban? Melyik önmagadban higgy? A testedben? Vagy van egy másik részed, amit úgy hívnak, hogy lélek. Nyilván érdemes mind a kettőben valamilyen hinni, valamennyire, de melyikben jobban? Tehát melyik a fontosabb az ember számára? Ha nem lenne benne lélek, akkor tudod, mi lennél? Egy gyakorlatilag egy kómás. Egy kómás lennél. Szó szerint kómában lennél. Most akkor onnantól kezdve, akkor melyik a fontos? Hát nyilván a lélek, nem? Hát nyilvánvaló. Vagy nézzük meg. Mondjuk más emberekbe hinni. Hát ha szeretet alapon működnének más emberek, hihetnél bennük? Hát de basszus kulcsa, hogy ahhoz, hogy szeretet alapon működjön valaki, nem kellene megtanulnia azt, hogy így működjön? Hát amit nem tudunk, azt nem kellene megtanulni. De sokan nem tudják, hogy nem tudják. Hát de azt tudja mindenki, hogy milyen, hogyha gyűlölködve élünk, vagy milyen, hogyha szeretetben élünk, nem? Ezt mindenki megtapasztalta. Ha csak nem valami lombikba zárva élte le az eddig életét. Érted? Mindenki megtapasztalta. És akkor nem kellene arra törekedni, hogy szeretetben éljünk? Nem kellene ahhoz tudást szerezni, hogy két ember, vagy akárhány ember szeretetben tudjon élni egymással? Hát ha már mindenki megtapasztalta azt, hogy milyen a szeretet és a gyűlölködés közt a különbség, akkor lehet, hogy inkább a szeretetet kellene megtanulni, mint a gyűlölködést, nem? Hát a gyűlölködést elég könnyen megtanulta az ember, mert nem így született. Nem így van? Mert senki nem úgy született, hogy gyűlölködő volt. Senki.
ahhoz képest jó nagy visszafejlődés történt egyes embereknél. Hát akkor megint elő kellene venni a tanulmányokat, ami eddig nem volt, keresni kellene új tanulmányokat, és foglalkozni azzal, hogy az ember életében egyre jobb, egyre előkelőbb helyet foglaljon el a szeretet. És az mondjuk lehet, hogy mindennél fontosabb lenne. Nem? Mindennél fontosabb. És persze, én tudom azt, hogy az embernek vannak problémái. De azt is tudom, hogy minden embernek van küldetése, amiért ide született. És azt is tudom, hogy a legtöbb embernek fogalma nincs, hogy mi a küldetése. Hogy miért született le. És egész életében azt kutatja, hogy miért született ide. Ahelyett, hogy fogná, és beiratkozik ide, és akkor gyakorlatilag mondjuk egy hónap alatt megtanulja azt, hogy én miért született ide. Vagy esetleg még hamarabb, mondjuk pár perc alatt megtanulná. Hát nem az első részben, a másodikban, a kócsképzésünkön. És ha valaki nem tudja azt, hogy mi a küldetése, akkor gyorsan meg lehet neki mondani. Azok meg tudják mondani, akik itt tanulták már ezt a kérdést. És gyakorlatilag mondjuk egy negyed óra alatt az illető már tudja, hogy neki mi lenne a küldetése. Te is tudod, hogy mi a küldetésed, csak nem éled. Vagy még nem éled eléggé. Hanem állandóan eltérülsz. És az neked jó, ha eltérülsz? Hát és akkor próbálnak visszaterelni. Az általában fájdalmas. Fájdalmasabb, mint hogyha te saját magad teszed a dolgodat, amit tenned kell, mint hogyha próbálnak kényszeríteni. Kik? Hát olyan lények, akiket te nem látsz. Mert mi csak három dimenzióban vagyunk. Ők meg nem háromdimenziós lények. Tehát lényeg az, hogy az embernek tudnia kell, hogy mi a küldetése. Mondom kell, vagy kellene tudnia. És annak mindig a központi dolga az, hogy az emberekért születtünk ide. Nem magunkért, hanem az emberekért. Tehát ebbe az életünkben is, életünkbe is azért születtünk, hogy másokért tegyünk. És hogy ez milyen formában, kinek milyen formában, ugye az megnézhető mindenkinél. De ezért születtünk. Most onnantól kezdve, hogyha azért születtünk, hogy másokért tegyünk, akkor nyilván ahhoz, hogy másokért tudjál tenni, ahhoz neked is jó állapotban kell lenned. Ez természetes dolog. Egy rossz állapotú ember nem nagyon tud tenni másokért. Nézd meg például, amikor beteg vagy, mivel foglalkozol elsősorban? Hát a betegségeddel. Nem másokkal foglalkozol, hanem a betegségeddel. Vagy akiben van késztetés arra, hogy másokkal foglalkozzon. Azt tudod, mit csinál a legtöbb ember, aki nem jó állapotú? Kibeszéli a másikat. Az a másokkal való foglalkozás, hogy mindig neki más sokkal kapcsolatos témája van. Kibeszéli a többieket, másokat. Mert ő nem jó állapotú. Ha jó állapotban lenne, akkor másokat segítene, és nem kibeszélne. Érted? Nem dumálna csak, hanem tenni a dolgát. Oké? Tehát, hogyha az ember tudná azt, hogy mi a küldetése,
és jó állapotban tudna lenni, akkor már csak módszerekre van szükség ahhoz, hogy az ember tudjon a küldetése irányába haladni. Mert módszerek nélkül ez nem megy. És akkor lehetne azt mondani, hogy ha az ember tudja a küldetését, akkor hisz abban, hogy azt teljesíti is. Nem? Nem így kellene működni? Hogyha tudjuk a küldetésünket, akkor hinnünk kell abban, hogy azt el is érjük, azt a küldetést. És amikor a küldetése irányába halad az ember, amikor valamit végezned kell annak érdekében, hogy haladjál abba az irányba, akkor abban is hinni kell, hogy azt te meg tudod csinálni, azt, amit éppen végezni kell. Abban is hinni kell, hogy azt a célt szolgálja, amerre te haladsz a küldetésed irányába. De a legtöbb ember nem így működik. A legtöbb ember rábízza az életét az úgynevezett véletlenre, sorsra. És ez úgy működik, hogy az ember, amikor rábízza az ember a véletlenre vagy a sorsra az életét, lerajzolom, jó? Hogy hogy működik. Talán még úgy egyszerűbb lenne. És akkor mindenki látja. Pillanat. És mindjárt látjátok. Oké? Most így nem. Pillanat. Azt mondja, hogy ezt lelőjük. Oké. És akkor fogjátok mindjárt látni, de nem kommunikációs szünetünk van, jó, hanem csak technikai. Na szóval, tehát ez úgy néz ki, hogy itt megszülettél, jó, ezen a ponton, hogy itt megszülettél. És amikor megszülettél, a lelked tudta azt, hogy neked mi a küldetésed. Nem kellett ennek utána nézni. Ezt te tudtad. Tehát a küldetésed az ez volt. Oké? Ugye beszülettél egy olyan családba, ahol azokat a dolgokat kell megtanulni, amit meg kellett tanulnod, illetve azokat a dolgokat kellett megélni, amit meg kellett élni. Tehát az valamilyen szinten, akármilyen hihetetlen, ebbe az irányba terelt. És mondjuk elindultál itt a felnőtt kor. Jó? Na most ez vagy tetszett neked, hogy erre mész, vagy nem. De ez nem számít, hogy tetszett vagy nem tetszett. Eljutottál ide a felnőtt korba. És akkor azt mondtad, hogy jaj, de jó, felnőtt lettem, most már én döntöm el, hogy merre tartok az életemben. Nem? Nem így volt? Alig vártad, hogy mit tudom, betörzsd a 18. életévet. És akkor kiderült, hogy még az nem biztos, hogy dönthetsz továbbiakban. De egyszer eljött az az idő, amikor tényleg a saját életed irányítását a saját kezedbe vehetted. És vegyük azt, hogy ez volt a felnőtt kor, jó? Ez F betű akar lenni. És azt mondtad, hogy nagyon jó, akkor én most erre felé haladok, innentől. És azt mondtad, hogy erre haladok.
Nem érdekelt az, hogy mi a küldetésed, dehogy is érdekelt. Eldöntötted, mert bekerültél egy olyan baráti körbe, amelyik erre haladt, és eldöntötted, hogy te is arra fogsz haladni. Igen ám, de neked ez a küldetésed, neked erre kellene haladnod, de ez téged nem érdekelt. Egyébként én is így voltam vele. Tehát nem csak te. Semmi gond nincs ezzel. Csak az a kérdés, hogy mikorra ismeri föl az ember azt, hogy merre felé kellene haladnia. Mert minél korábban felismeri, annál jobban jár. Na most, tehát elindul az ember erre, és mit csinál a sors? Ho-ho! Te nem jó irányba haladsz. És azt mondja, hogy a fenét pészte arra. Bum! Itt betalál neked. És próbál erre terelni. És akkor kapsz egy lökést erre felé. De te neked ez fájt. És erre azt mondod, hogy juss se megyek arra. Én akkor is erre akarok menni. Ezt mondtad. Erre megint mi történik? Kapsz innen egy találatot. Bum! És akkor megint ellök errefelé. Erre azt mondod, hát hiába akarok arra menni, valahogy mintha valami nem engedné. Hát akkor elmegyek errefelé. Hát erre megint azt mondja a sors, az nem jó, neked errefelé kell menni. És akkor megint elindulsz egy picit erre, de megint azt mondod, juss se megyek arra felé, mert nekem van egóm. Hát nehogy már az élet meghatározza, hogy én merre haladok, dehogy is. Majd én eldöntöm, hát szabad akarat van. Nehogy már a sors, amit beleszóljon az én akaratomba, az szó sem. És akkor azt mondod, hogy jó, akkor menjünk erre felé. És azt mondja az ember, hogy elindul arra, de hát neki a küldetése nem arra tart. Nem arra felé kellene haladni. Itt megint kap egy pofont, ami megint erre téríteni. Erre lehet, hogy már valahol itt járunk korban, ugye? Itt tudom én, már túl van az illető akár a 35-ön is, és akkor elkezd gondolkodni, mert körülbelül addigra nő be az ember feje lágya, olyan 35 körül, úgy általában, és akkor azt mondja, hogy aha, hát itt valami nem stimmel. Mindig kapok ilyen pofonokat, abból már padlóra is ültem, de fölálltam. Hát nem lenne jobb tudni, hogy merre kellene haladnom. És akkor mit csinál a legtöbb ember? Vagy sokan? Elmegy jóshoz. Kiváló. Hogy jósoljon már neki. Hogy neki merre kellene haladni. És a jós mond valamit, és az szépen beülteti az illető fejébe. És ezért megtörténik. Nem azért, mert jósolták, hanem azért, mert beültették a fejébe. De ha megkérdezel ugyanarról a kérdésről három jóst, mind mást fog mondani. Érdekes mód. Na és akkor onnantól kezdve, akkor melyik a jó út? Na akkor nézzünk egy kicsit tudás ezzel kapcsolatban. Amikor mielőtt megszülettél, kaptál egy programot, mint egy számítógép program. És az a program azt valósította volna meg, hogy ide eljuss. De ezt átírták, ezt a programot. Kik? Hát elsősorban a barátok. Hát jó akarok, persze. Elsősorban a barátok. Nem vicc. Elsősorban a barátok.
Na most, gondold végig, hogy tudatlan emberek barátkoznak egymással. Az azt jelenti, hogy az egyiknek arra felé van a küldetése, a másiknak amarra, a harmadiknak amarra, és szuperul összebarátkoznak. És merre fognak haladni? Afelé, amelyik a legerősebb akaratú. Világos ez? Amelyik a legerősebb akaratú, annak az irányába fog a többi barát is haladni. És az a küldetés? Nem. Egyáltalán nem. Hanem az a küldetés, hogy az ember arra halad, amerre elvállalta, hogy haladni fog. Vagy felvállalta, kinek jobban tetszik melyik, hogy haladni fog. És az ember, mikor rájön dolgokra, és megtudja például, hogy mi a küldetése, akkor vagy kap egy megerősítést, hogy szuper jó úton haladok, vagy kap egy felismerést, hogy hoppá, hát most már tudom, hogy merre kellene haladnom. És elindul errefelé. De van egy olyan, hogyha az ember a küldetését akarja teljesíteni, ez olyan, mint a sportban. Hogyha el akarod érni az aranyérmet, akkor edzened kell magadat. Nem? Ha nem edzed eléggé magadat, akkor tudni, hogy nem leszel aranyérmes sose. Vagy legfeljebb egy olyan helyen leszel aranyérmes, hogy te indulsz el egyedül. És akkor tudni, hogy aranyérmes leszel. Na most, hogyha az ember el akar valamit érni, akkor edzettségre van szüksége, nem? Ez az edzettség, ez kétféle. Ha fizikai dolgot akarunk elérni, akkor fizikai edzettségre van szükségünk. Ha szellemi dolgot akarunk elérni, akkor szellemi edzettségre van szükségünk. Világos ez? Na most, a fizikai edzést a legtöbb ember ismeri. Oké? Megdolgoztatja az ember az izmait. Nem ezt jelenti? Na most, a szellemi edzés pedig azt jelenti, hogy megdolgoztatja az agyát. Oké? Hát az agyunkat mivel lehet megdolgoztatni? Hát nem a tévével. Az biztos. Hanem azzal, hogy tanulunk, amit tanulunk, azt átvisszük a gyakorlatba, amikor gyakorlunk, gondolkodunk, oké? Gondolkodunk gyakorlásképpen, és amit már tudunk és begyakoroltuk, azt átadjuk másoknak. Miért? Mert együtt, külső segítséggel könnyebben haladsz, mint teljesen egymagad. Világos ez? Hát ha az ember mindent egyedül akar csinálni, akkor piszok sokat fog szenvedni. Ha van segítsége, akkor sokkal, de sokkal könnyebben tud haladni. De ha nem osztja meg azt az információt, amit ő tud, akkor hogyan segítsenek neki? Tehát ha az ember el akar érni dolgokat, akkor tudnia kell, hogy mi a végcél. Abban hinnie kell, hogy azt ő képes elérni. És minden, ami afelé irányul, hogy azt megvalósítsa, minden, ami arra mutat, abban hinnie kell.
És ha az ember afelé halad, ami neki a küldetése, akkor érdekes mód kiegyenesedik ez az út. Akkor nem lesznek ilyen varga betűk, ilyen cikcak. Hogy éli az ember az életét, és egyről kettőre nem halad. Éli az életét, és semmi értelme az életének. Vagy csak annyi az értelme, hogy szül egy-két gyereket, vagy csinál egy-két gyereket. Felneveli őket. Azt utána meg azt csinálja, mint az egyik ismerős, érted? Már kirepültek a gyerekek, és született a szomszédba a kutyák, és akkor most kell neki kiskutya, tudod? Hogy valamit megint gondozzon, tudod, valamit neveljen. Mert azt gondolják, hogy hát az a feladat, hogy valakiről gondoskodni kell, tudod, vagy valamiről gondoskodni kell. Tehát erről szólna az élet. Nem, az élet arról szól, hogy érd el a küldetésedet. Aki a küldetése irányába halad, az sokkal boldogabb, mint aki nem. Na most ezeket, amit most elmondtam, ezt nem innen szoptam, jó? Hanem ezeket megtapasztaltam. Több mint 70 ezer emberrel dolgoztam együtt. És több mint 70 ezer ember képzésében is részt vettem. 4 különböző területen lettünk a vezetésemmel piacvezetők. Tehát nem ma léptem le a falvédőről. Ami azt jelenti, hogy az átlagnál egy kicsit többet tapasztaltam. És kaptam egy pár képességet a fentiektől, amiről most nem fogok beszélni. Ráadásul még képességeket is kaptam. És lényeg az, hogy megtapasztaltam azt, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy hittel vagy hit nélkül cselekszel bármikor az életben. Ha valamit el akarsz érni az életedben, akkor abban van-e egyáltalán hited, vagy csak vágysz rá? Tehát lehet hittel élni az életet, vagy lehet hit nélkül élni az életet. De mindenki hisz valamiben, csak egyáltalán nem mindegy, hogy miben hiszel. Mert van, akik nagyon hisznek a pénzben. Még sincs nekik érdekes mód, nem? Sok mindenki az anyagban hisz, nem csak a pénzben, hanem valamilyen anyagban. Na most, ha megnézzük mondjuk az embert, magát, ha nem lenne bennünk egy szeretetteljes lélek, akkor ilyen állati módon működnénk. Tehát a testünk az körülbelül ilyen állati módi működést mutatna. Tehát állatmódon. És hát az nem tudom, mennyire jó lenne, gondoljátok végig. Tehát, hogyha van két ember, most csak két emberről beszélek, az a két ember kellőképpen hisz egymásban, akkor azonnal megjelenik a szeretet a két ember között. És ha ezt a szeretetet képesek megfelelően működtetni, akkor ez a két ember óriási eredményeket tud véghez vinni. Tehát például a párkapcsolatban, ha az a két ember hisz egymásban és jól tud együttműködni, akkor a két ember nem egy meg egy és egyenlő kettő lesz, hanem egy és mellette a másik egyes. A két egyes egymás mellett az micsoda? 11. Az 11.
Tehát az energia az nem kétszeresére növekszik, hanem sokszorosára növekszik. És itt csak egy kérdés van, hogy te miben hiszel? Ez a kérdés. Például mennyire hiszel magadban? Mennyire hiszel a párodban? Gyerekedben? Szüleidben? Másokban? Stb. Stb. Mennyire hiszel? Mennyire hiszel például a teremtődben? Mennyire hiszel? Tehát a szellemvilágban például. Mert ugye külön dolog az angyalod, mint segítőd, és külön dolog a teremtőd. Ez két dolog. Tehát azért szellemvilág. Látod őket? Van, aki látja, mert van a harmadik szeme. De te nem biztos, hogy látod. De hiszel benne? Hát gondolj bele, hogyha te emberként kapcsolatba állsz emberekkel, és ha valakiben nem hiszel, akkor mennyire tudsz vele együttműködni? Nem mondom, hogy higgy az angyalodban és a teremtődben. Nem mondom. De én megtapasztaltam azt, hogyha hisz az ember ezekben, onnantól kezdve egész más dolog kezd történni az életében. Elindul egy együttműködés, ami nem volt azelőtt, mielőtt az ember, tehát amikor még nem hitt a, ezekben a szellemvilágban lévő lényekben. Tehát azzal tudsz együttműködni, akiben hiszel. Világos ez? Kinek lesz az a kárára? Neked a károdra lesz, hogyha hiszel az angyalodban és a teremtődben. Mit csinálnak? Leharapják a fejedet? Vagy mi fog történni? Ha eddig még nem próbáltad ki? Próbáld ki? Hogy kell csinálni ezeket a dolgokat? Mindenre, tehát 2010-től kezdtük el az emberek fejlesztését. 2013-tól coachképzéseket tartunk. A következő részben 20 perc szünet után önismeret gyereknevelés coachképzésünk lesz. Azért gyereknevelés, mert sok embert gyerekkorban elszúrtak. És akkor az ember rá tud jönni a gyereknevelésből, hogy mit szúrtak el rajta. És a coachképzéseinken minden olyan területet tanítunk, ami az élet és az ember működéséhez szükséges. És 2010 óta nem tudtak föltenni olyan kérdést az élet és emberismerettel kapcsolatban, amire mondjuk legkésőbb 3 percen belül ne tudtam volna válaszolni. Nyilván most nem olyan kérdésről van szó, amire utána lehet nézni. Jó? Mert aminek utána lehet nézni, mint például valaki tegnap kérdezett tőlem valamit. És tegnap este. És ugye, hát nem adtam neki választ, mert az egy olyan kérdés volt, aminek neki utána kellett volna néznie. És nem nézett utána. És akkor csak annyi volt, hogy beütöttem valamit a netre, 3 szót, kiadta a net, tudod, a Google, kiadta a válaszokat, tehát ott voltak az oldalak, és rögtön a legelsőben ott volt a válasz az ő kérdésére. De nem nézett utána, tőlem kérdezett. Érted?
Tehát amire utána lehet nézni így, arra bolondok lennének válaszolni, mert akkor hogy tanuljuk meg az, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít. Oké? Okay. Tehát olyan válaszokról van szó, aminek nem lehet így utána nézni, érted? Mert a legtöbb ember nem is tudna utána nézni. És azért ez nem semmi, gondold végig, hogy 2010 óta több tízezer ember lett képezve, és nem sikerült olyan kérdést föltenni, hála Istennek, amire ne lett volna válasz mondjuk 3 percen belül az élet és az ember működésével kapcsolatban. No, hát az időnk az lejárt. Csodálatos dolgot csinálunk. Tudást juttatunk el az emberek számára. És ennek van egy célja, mutatom, jó? Az a célja, hoppá, ez nem az, mindjárt. Az a célja, hogy az aranykor. Mi az aranykor? Az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Ez az aranykor. Tehát ezt kell megvalósítani a bolygón. És ez vagy megvalósul általunk, tehát közösen mi általunk, hát vagy, hát én nem tudok vagyot. Megvalósul és kész. Jó? Tehát nincs vagy. Ennek meg kell valósulnia teljes egészében bolygó szinten 2035-re. Tehát 2034-ben késznek kell lenni, és már 2035-re már a teljes bolygón aranykornak kell lenni. Jó, tehát egyszerűen nincs más lehetőség. Az aranykor azt jelenti, hogy nem lesznek az emberek betegek, nem lesznek balesetek, nem lesznek családi problémák, nem lesznek anyagi problémák. Mindenki szeretetben, békében és boldogságban él, teszi mindenki képességeihez méltán a dolgát, nem lesz elnyomás, nem lesznek elnyomók. Mindenkinek meg lesz a feladata, nem lesz szükség közvetlen irányításra. És még sok-sok még egyéb dolog lesz, amit most már időhiány miatt nem fogom elmondani. Tehát egy csodálatos dolgot csinálunk, egy korszakot hozunk létre, egy újat, egy új korszakot. Tehát mondhatjuk azt, hogy korszakalkotók vagyunk. Nem hiszem, hogy korszakalkotásban bárki ezen kívül részt vett volna. Hát ebben az életében biztos, hogy nem. Az 100%. Sőt, ilyen rövid időn belül a bolygón, az elmúlt 10 000 évben nem kellett, hogy legyen korszakváltás. Oké? Például nézd meg, mondjuk a középkorból a kapitalizmusba gyakorlatilag több száz évig mentek át. Sőt, még olyan törzsek is vannak a bolygón, akik még mindig ősközösségben élnek, nem hogy kapitalizmusban, vagy középkorban, hanem ősközösségi formában. Tehát ilyen még nem volt a történelem során, hogy egy új korszakot ilyen rövid idő alatt létre kell hozni. És nem úgy, hogy részlegesen, hanem globálisan, a teljes bolygóra nézve. Tehát elég nem kis feladat, enyhén fogalmazva. De egy csodálatos dolog, gondoljátok végig. Létrehozni egy új korszakot, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Ennél szebb dolog a Földön nem létezik.
Úgyhogy erre várunk benneteket, hogy létrehozzuk közösen az aranykort, és azt fogod látni, hogy az életed pozitív irányban olyan mértékű fordulatot vesz, ami soha eddig az életedben. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc után, szünet után lesz a gyereknevelés önismeret coach képzésünk. További szép estét és jó tanulást kívánok mindenkinek, sziasztok!